Közös kézfogással pecsételték meg az elmúlt időszak összefogását az együttműködők a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola előtt. Október 14-én ünnepélyes keretek között adták át az energetikailag is megújult intézményt, amit ezentúl sokkal költséghatékonyabban működtethet majd a fenntartó. Jelenleg 2022-ben ugye az önkormányzatok már nem működtetik az intézményeket. Ezt a feladatot, ugye a fenntartási működtetési feladatokat 2017. január 1-e óta a tanketi központok látják el. Szerencsére nagyon sok olyan önkormányzatunk van, akik nem engedték el az iskola kezét, és folyamatosan gondolnak rá, amikor pályázati lehetőségük van, pályáznak az épületre, épületek korszerűsítésére, megújítják a villamos hálózatot, energetikailag korszerűsítik az épületet, ahogy ezt most Bátaszék is megtette. Én ezúton is szeretném megköszönni polgármester úrnak, Bátaszékváros képviselőtestületének, hogy nem felejtették el az iskolát, pályáztak rá, most megszépült az iskola, energetikailag sokkal költséghatékonyabb lett a működtetése, és ezt a jövőben is megteszik, és jövőben is gondolnak az iskolára. Köszönöm szépen! 2022. január közepén kezdődtek el a felújítási munkálatok, amit a kivitelező a szeptemberi tanév kezdésre be is fejezett. Nagyon örülünk neki, hogy megújult az iskolánk, remélhetőleg kevesebbet is kell majd a fenntartónak a fűtési költségekre költenie, és tényleg nagyon örülünk, hogy ezt megtette a Bátaszék önkormányzat, hogy pályázott. A mögöttem látható C-épület megújult, illetve korszerű lett az energetika szempontjából, illetve a B-épületünk, ami innen kívülről nem látszik, de ott is több tanterem van. 450 körüli a gyerek létszámunk. A C-épületben elsősorban alsós évfolyamok járnak, ők 236-an vannak, tehát elég sok kisdiákot érint a korszerűsítés. Terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően valósult meg a beruházás. 2019-ben nyújtottuk be azt a pályázatot, aminek eredményeként ma itt vagyunk, és ezt le tudtuk zárni. Igaz, hogy 2019-ben ez a beruházás és a támogatás még egy 105 millió forintos összegről szólt, de az elmúlt időszakban ezt már 138 millió forintért lehetett megvalósítani. Ekkora összegű támogatásban részesült Bátaszékváros önkormányzata, megyei önkormányzaton keresztül az Európai Uniótól, 100%-os intenzitással, tehát az önkormányzatnak nem kellett forrás biztosítania. Ennek a beruházásnak köszönhetően két épület szárnyat sikerült teljes egészében homlokzatszigeteléssel ellátni, tető, illetve lapos tető szigeteléssel ellátni, és fölhelyeztünk egy 50 kW-os háztartási naperőművet. Bízunk benne, hogy ezekkel a beruházásokkal elő tudjuk segíteni, hogy a tankerület hatékonyabban tudja működtetni Kanizsai Dorottya általános iskolát, csökkenteni tudja mind a gáz, mind pedig a villamos energia költségeit, és hát azon leszünk, hogy az elkövetkező időszakban még lesznek olyan beruházások, illetve olyan pályázati lehetőségek, amelyekkel tudjuk segíteni az oktatási intézményeknek a működését, ezekben is szeretnénk a tankerülettel és a megyei önkormányzattal együttműködni.